A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit, ez a Kocsizom második évada. Mostantól ismét két hetente várjuk Önöket autós magazinunkkal. Igyekeztünk minél több érdekes négykerekűt összegyűjteni. Már is mutatom, hogy mivel jövünk biztosan a következő két és fél hónapban. Felvétel, tessék! Hát gyerekek, azért ez nem semmi. A Renault GT Turbo, nem ár? Tényleg ez, hogy nincsen semmiféle hatótávparaszt. Az első példányok, amiket készítettek, azok voltak a manuális váltósak. Ezek voltak a demo autók, ha úgy tetszik. Ha valaki esetleg még nem igazán akar barátkozni az elektromos autózással, a tisztán elektromos autózással, ez kvázi egyfajta belépő lehetőség itt az MG-től. Mindenkinek a kilométer az elsődleges, ezen kívül az, hogy az autó volt-e sérülve, törve, illetve a szerviz múlt. Ami nagyon nagyot változott, hogy az árazás az tartósan egy magasabb régióba került a használt autópiacon. Instant reagál, nincsen kérdés, tehát ez bizony gyorsul, főleg ez az összkerekes, nagy akkumulátoros verzió, ami azért mégiscsak 350 lóerős, és azért a villanylovak másképp viselkednek, mint a hagyományos erőforrás lovai. Egy elég hosszú fejlesztő munka eredménye a Fiesta ST, ugyanis több mint két éven keresztül faragta a Team RS. Lehet, hogy meglepően hangzik, de a Citroen vezetősége nagyon sokat várt a C5 Aircross-tól. Ha bejutottunk az első hatba, mert hat csapatot vártak ki a világbajnokságra, akkor mehettünk a gyakorlati részre. 50-ről 90-re mennyi darat ugrik föl a Mustang Mach-E? Ez lesz tehát a második évad, most viszont tényleg taposunk is bele. Szinte még meg sem száradt a festék a Hyundai két új modelljén, mi már is a tesztköröket róttuk velük egy vezetéstechnikai pályán. De vajon egy ilyen nagyon rövid bemutató elég arra, hogy megismerjünk két modellt is? Szerintem igen. A Hyundai nagyon jól időzítette az utóbbi időkben a különböző modellek megjelenését, tényleg mindig jól tudta, hogy mikor van szükség egy SUV-re, vagy mikor van esetleg egy sportmodellre, nem volt ez másképp a Konával sem. A motorválasztéka az rendkívül jó volt, ugyanis a hagyományos erőforrások mellett lehetett hibridet, sőt elektromosat is választani belőle. Csak hogy időközben megjelent a Bayon, ám ezzel együtt a Tucson és a Bayon között nem volt egyértelműen egy réspótló modell, hiszen a Kona az alig különbözött méretben a Bayontól. Na most újra kellett nyilván akkor ezt gondolni egy kicsit nem csak a marketingeseknek, hanem a mérnököknek is, ugyanis a Konánál elérkezett a generációváltás. Megszületett a Kona 2. A formai változások azok eléggé szembeötlőek, viszont nyilván azért meghagytak az előd modellről is olyan részleteket, amelyek közösek. Elég, hogyha csak mondjuk a hátsó fertájt nézzük, ezek a kiszélesedő kerékjárati ívek, vagy például a lámpának a LED csíkja. Annyi a különbség, hogy most azért ennél az újnál viszont már az egész autó elején például fut, sőt ez a stíluselem ez hátul is visszaköszön. Ha belül nézünk körbe, akkor igazából itt is egy csomó érdekesség van, mind a mellett, hogy kompletten megújult az egész belső tér, digitális panel lett előttünk, ráadásul kettő darab, az összes gombot kicserélték, tehát tényleg komplett megújulás van itt belül is. A 6 centivel megnyúlt tengelytávnak köszönhetően ráadásul elég sok extra hely lett belül. Ám erre azt mondták a Hyundai mérnökei, ez még nem elég. Lefogyasztották az első üléseket is, így további értékes centiket nyertek a második sorban utazóknak. De hogy a sofőrnek és az utasnak is jusson valami, amikor éppen áll az új Kona, a háttámlákat ledöntve kényelmes pihenő alakítható ki. Ami kifejezetten érdekes az, hogy most beszélek egy kamerába,
De valójában kettő kamera is figyel engem most per pillanat. Ugyanis van egy éberségfelügyelő berendezés is az új Konában, és egészen pontosan itt a kormány mögött éppen itt van velem szemben egy kis kamera. Ez azért van, mert figyeli a reakcióit a vezetőnek, és ha esetleg úgy érzékeli, hogy lanyhulnak a reflexei, vagy nem úgy kezeli már a kormányt, túl sokat kell korrigálni, sőt, ha jól tudom, talán még a gázpedált is felügyeli ez a rendszer, akkor figyelmeztet minket, hogy tessék szépen megállni és pihenni egy jó nagyot. Aztán, ami még ilyen érdekesség, van egy olyan új rendszer a Konához, amely az okostelefonunkkal együtt működik, tehát hogyha arra letöltjük a megfelelő applikációt, akkor például az okostelefonunkkal nyithatjuk ki az autót, és hogyha beültünk és rácsatlakoztunk kábelen keresztül, itt van egy érzékelő a középkonzolon, és az, amikor ezt érzékeli, hogy mi oda tettük a telefonunkat, akkor onnantól kezdve indítható is lesz az autó. A hajtásláncokkal is tutira ment a Hyundai. Amit eddig elérhettek a vevők, azt ezentúl is választhatják. Vagyis benzines turbomotorok, hibrid vagy egy kicsit később ugyan, de tisztán elektromos változat is elérhető. Szóval most, hogy itt az új Kona, aki Hyundai SUV-ben gondolkodik, annak tényleg csak a méretet kell belőni. Van viszont itt még valami. A Hyundai elhozott egy teljesen más kategóriájú újdonságot is. Ha letakarnánk az emblémákat, akkor az autó fara alapján akár Porsche-nak is nézhetnénk ezt a csodát. A neve IONIQ 6. És egy nagyon picit még becsapós is, mert a fotók alapján azért jóval nagyobbnak gondoljuk, vagy képzeltem én legalábbis ezt az autót, úgy mellette állva azért nem tűnik olyan hatalmasnak. Nyilván amikor parkolni kell vele, akkor majd azért ez egy kicsit másabb jellegű kérdés lesz, de most per pillanat azért nem tűnik olyan hatalmasnak. Rengeteg újdonság van természetesen, a Hyundai igenis igyekszik megmutatni, hogy ők mennyi mindent tudnak csinálni. Itt van például ez a kamera alapú visszapillantó tükörrendszer. Nagyon sokan meglepődtek azért ezen a megoldáson, ahogy így kivettem a beszélgetésekből. Nem értik ugyanis, hogy miért van erre szükség. A Hyundai viszont azt mondja, hogy azért volt egyszerűen erre szükség, mert hogy a kamerák miatt sokkal nagyobb a látószög, és így a holtér is kevesebb, mint hogyha a sima hagyományos tükörrel lenne. Természetesen lehet kérni hagyományos tükröt is az IONIQ 6-oshoz, de hogyha eltekintünk ezektől a kütyüktől és magát az autót nézzük, igazából több szempontból is érdekes. Az egyik az, hogy iszonyatosan combos villanymotor van benne, tehát nagyon jól lehet vele autózni, tényleg nagyon élvezetes. Instant reagál, nincsen kérdés, tehát ez bizony gyorsul. Főleg ez az összkerekes, nagy akkumulátoros verzió, ami azért mégiscsak 350 lóerős, és azért a villanylovak másképp viselkednek, mint a hagyományos erőforrás lovai. Ha belül körbenézünk, tényleg minden digitális, egy-két gombtól eltekintve minden tényleg ilyen érintőképernyős, húzogatjuk, mozgatjuk a különböző ikonokat. Bár elég vaskos az árcédula, azért az IONIQ 6 vásárlói elmondhatják, ők azért is fizettek, hogy autójukat ne csak a villanyos hajtás miatt hívjuk környezettudatosnak. Tehát ez a bőr, amiben ülcsörgünk itt az autóban, ez például újrahasznosított anyagból készült. Az autó festése több helyen is szintén nem ilyen szintetikus anyag, hanem természetes alapanyagú. A küszöbök például ezeken az IONIQ 6-osokon gumik újrafelhasználásával készültek el a fényező anyag hozzá, de hogy ne menjünk annyira messzire, itt bent, ahol vagyunk, a szőnyeg például, lent a padlószőnyeg, vagy itt a tetőkárpit, ez újrahasznosított halászhálóból készült. Egy ilyen vezetéstechnikai pályán kifejezetten jól érzi magát az IONIQ 6. Nagy tempónál is könnyen kontrollálható marad a tetemes tömeg ellenére is. Hiába az aksik lefelé húzzák a súlypontot, szóval dülöngélés helyett maximum finom sodródással jelzi a futómű, hogy sokat képzel magáról a pilóta. Iszonyatosan jól vezethető az IONIQ 6-os, nagyon jól fekszi a kanyarokat, nem kérdez, nagyon gyorsan reagál tényleg minden mozdulatunkra, és hát tényleg, tehát akinek az élvezetes vezethetőség számít, az azért nyilván megtalálja a számítását ebben az autóban is. Azt azért gyorsan hozzáteszem, ahogy azt már említettem is, hogy ez az összkerekes, legerősebb, pillanatnyilag legerősebb változat. Nyilván a gyengébbik akkumulátoros, gyengébbik motoros csak hátulhajtó, az se lesz egy rossz választás, de alapvetően azért ez tényleg olyan igazi, főleg, hogy 2 tonna, és hát mintha gyakorlatilag egy tolpihelyú ráfújnánk, és olyan hirtelen meglódul. Ezek most csak az első tapasztalatok, igazából most csak ennyire volt időnk, hogy egy picit belekóstoljunk az autóba, de én nekem már eleve a formája az már egy 10-es.
Volt olyan év, amikor 7 újdonsággal is jelentkezett a Hyundai. Úgy néz ki, 2023-ban ismét több modellt is piacra dob a dél-koreai vállalat, beleértve a rövidesen érkező frissített szériákat is. Napjainkban a kilométeróra visszatekerés az egyik legkisebb probléma a használt autóknál, Magyarországon legalábbis. Viszont nagyon kevés a tudatos vásárló. Egyebek mellett ezek derültek ki azon a használt autós konferencián, melyre minket is meghívtak még tavasszal. Én felkaptam egyik céges autón kulcsát, és elindultam itt Székesfehérváron, hogy kiderítsem, nálunk hogyan látják a használt autók piacát. Ez egy Dacia Logan MCV. 7 éves céges járgányunk orrában a Renault bevált 1.5-ös DCI motorja dolgozik, alig több mint 130 ezer kilométer van benne. Ha most akarnánk eladni, egy tulajos, végig szervizelt autónk 1,8 és 3,9 millió forint közötti áron cserélne gazdát. Ez nagyon sokaknak egy fájdalom küszöb, de ennek ellenére mégis, hogyha valakinek esetleg még kölcsönt is kell felvenni ahhoz, hogy megvásárolhasson egy ilyen autót, nagyjából ez az az összeg, amit úgy szívesen rászánna egy viszonylag újabb és modernebb autóra. Első utam egy márka független használt autókereskedésbe vezetett. Megérdeklődtem, vajon mennyi idő alatt vinnék el a telephelyről Dacia-nkat. Mivel jó paraméterekkel rendelkezik az autó, magyarországi első forgalomba helyezésű, illetve első tulajdonos, ebből kifolyólag szerintem az autó eladása egy hónapon belül megtörténne. Szóval viszonylag gyorsan menne. Nem is csoda, hiszen tágas, jól fogyaszt, és amíg nem kell létfontosságú szervhez nyúlni, szinte gombokból fenntartható. Amik elvileg egy tudatos vásárlásnál fontos kritériumok lennének, de valamiért ezek úgy tűnik, egyre inkább háttérbe szorulnak. Mindenkinek a kilométer az elsődleges, ezen kívül az, hogy az autó volt-e sérülve, törve, illetve a szerviz múlt. A szavatosság az mindenki számára elsődleges, most azért erőteljesen ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban az emberek ezt előrébb helyezik, mint az autónak az állapotát vagy a múltját. A drágább használt autópiac az nagyon pörög, én úgy gondolom. 10 millió fölötti kategória az nagyon jól megy használt értékesítésben. Kíváncsiskodásomba egy másik, de hivatalos márkakereskedés és szerviz használt autó értékesítőjét is bevontam. Itt jellemzően drágább autók fordulnak meg, de akik lemaradnak az újról, pont ilyen négykerekűeket keresnek. És akármilyen hihetetlen, de 2 hét és 1 hónap közötti időnél ritkán töltenek el többet itt ezek az autók. Maximum 3 éves, és olyan 50-60 ezer kilométer körül az alatt szeretik őket, mert az nagyjából kiváltja az új autót. Nagyon sokan azt szeretnék, hogy ne legyen sérült az autó, előéletében sem legyen semmi kivetnivaló, első tulaj, magyarországi, saját szervizünkben szervizelt autók, főleg azok, amit keresnek, legkevésbé például a szín, ami döntő, én úgy gondolom. Van ugye egy törvényben előírt szavatosság, viszont mi ezt ki tudjuk váltani akár egy garancia szerződéssel is, egy egyéb időtartamú garancia szerződéssel, amit minden esetben kérni szoktak az ügyfelek. Ami nagyon nagyot változott, hogy az árazás az tartósan egy magasabb régióba került a használt autópiacon, ahogyan az új autópiacon is. Ez viszont már az első hazai használt autókonferencia, ahol az autóvásárlás egyik legérzékenyebb pontjára hívta fel a figyelmet a szakember. Egyebek mellett kiderült az is, Európában a legolcsóbb autók aránya, Magyarországon a legnagyobb. A belépő szintű használt autó, tehát egy olcsóbb, egyszerűbb, megbízható használt autó vásárlás, az tartósan egy nagyon magas kategóriába fog esni a következő időszakban is. Ugyan a javítási költségek, illetve a javíthatóságnak a bonyolultsága is egy más szintet jelent ma, mint mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt. Ez nagyobb vásárlói tudatosságot és nagyobb tájékozódást igényel az autóvásárlóktól. A használt autók piaca folyamatos téma. Főleg most, amikor az új négykerekűek ára az egekben, a várakozási lista pedig olykor meglepően hosszú. És ha már itt tartunk, van egy további probléma is a szalomból hazagurított járgányokkal. Egy történetet akarok elmesélni, egy saját személyes történetet, és nem akarom, hogy márkához kötődjön. Annak ellenére, hogy most tényleg egy konkrét példányban ülök egy autóban. Szóval mi tavaly vásároltunk 2022-ben egy új autót, és idén, 2023-ban, március végén a feleségem összetalálkozott egy őzikével útközben hazafele jövet. Megsérült az autó, bekerült márkakereskedésbe, kaszkós az autó, tehát biztosítási ügyintézés mindent a szerviz vállalt, a márka szerviz vállalt. Na most 3 hónap elteltével, tehát most
június végén vagyunk, amikor készül ez a videó, és most lett kész az autónk. 3 hónap. Na most erre nagyon sokan a fejüket vakarják, hogy hát Jézusom, hát mi tart ennyi ideig. Míg mások viszont, és egyre több helyről hallom ezt, hát ez nagyon gyorsan elkészült. És itt tényleg az ismerősi körünkben is, és azért mondtam, hogy márka függetlenül szeretném, mert hogy több különböző márkát használnak az ismerőseim is. Van, akinek például november óta nincsen autója, mert nem érkezett meg hozzá az alkatrész, és nem tudták megcsinálni. És nagyon úgy fest, hogy ez a jövőben is így lesz, ugyanis azon a konferencián, ahol mi is voltunk, ott bizony elhangzott, hogy mindamellett, hogy az új autók árai azok nagyon elszabadultak, sajnos az alkatrészpótlás is egyre nehézkesebb, és ezzel egyre többen találkoznak itt Magyarországon is. És ez úgy néz ki, lassan begyűrűzik a használt négykerekűek közé is. Sokan úgy döntöttek, inkább kipofosztatják az aktuális vasat, csak bírja ki a következő 2 évet a műszakig. A szervizek tele vannak régi autókkal, és mindenki a régi autóját próbálja javítgatni. Ez nem hiszem, hogy anyagilag költséghatékonyabb lenne, mint egy korszerű fiatalabb autót vásárolni, amivel kevesebb probléma lenne, de ez nyilván a vásárlóközönségnek a döntése. Szakemberhiány, ez az első kérdés. Alkatrész és javíthatóság, mint mérnöki koncepció az egyre kevésbé fontos, nem azért, mert a mérnökök ezt nem szeretnék, hanem azért, mert a gazdasági törvényszerűségek és az autóipar iránya az nagyon abba az irányba mutat, hogy eldobhatóbb autókat vagyunk kénytelenek vásárolni. Tehát a klasszikus javítás, ahol részegységek javításával lehetett megoldani dolgokat, az egyre inkább a részegység cserével vagy az egész autó cseréjével járó tendencia irányába mozdult el. Itt tartunk most. Joggal vetődik fel a kérdés, milyen változások jöhetnek ezek után? Mivel az alsó szegmens eltűnőben van, ezért a privát vásárlók még inkább eltűnőben lesznek az új autópiacon, tehát a céges flották fogják még markánsabban meghatározni azt, hogy ki mit vásárol. Annyira drágák lesznek az új autók, még az árverseny mellett is, amit most láthatunk, főleg elektrifikáció kapcsán, hogy tényleg egyre kevesebben tudnak alternatívként, privát emberként új autót vásárolni maguknak, tehát a használt autópiac az fókuszba kerül még jobban. A legfrissebb adatok szerint csak nem minden második magyar online keres használt autót. A legtudatosabbak a 20 millió forintnál drágább járművek vásárlói, több mint 87%-uk biztosan ellenőrzi az autó előéletét. Az olcsóbb négykerekűek vevői viszont gyakrabban kockáztatnak, mondván autójuk amúgy sem ér olyan sokat. Általában a tavaszi, illetve a téli autó felkészítésre szoktuk felhívni a figyelmet, pedig, mint kiderült, a nyári legalább ennyire fontos, főleg hosszú utazások előtt. Szervizrovatunkban most ehhez adunk hasznos tippeket. A szervizrovatot a Fábián Autó Kft. Székesfehérvári márka kereskedése és szervize támogatja. A nyári átvizsgálást gyakran elfelejtik. Valójában nagyon fontos dolog, hogy egy gépkocsi fel legyen készítve a nyaralás előtti hosszabb utazásra, hiszen maga az út egy eltérő terhelést ad az autónak, és ekkor bizonyos hibák felléphetnek, amit az átlagos használat során nem érzékel az ügyfél. A legfontosabb dolog, véleményem szerint, ha prioritásba kéne ezt állítanom, akkor az első a hűtőrendszernek a tisztasága, hiszen a hűtő és a klímahűtő közé felgyülemlett szennyeződés csökkenti a hűtés hatásfokát. Maga a klímatisztítás egyébként eleve az egészségügyi vonzata miatt fontos, tehát a gombák, atkák megtelepedése, ott aztán különösen hosszan kapja az ember a klímát az utastérben, tehát nem szellőzik az autó, csak azt a levegőt szívja, ami átjön a fűtésrendszeren, tehát mindenképpen javasolt a klímatisztítás. És még egyet kiemelnék, hogy a maga klímatisztítás nem növeli a klímarendszer hatásosságát, tehát magát a klímarendszert is át kell előtte vizsgálni, gázmennyiség, illetve az azt ellátó berendezéseknek az állapotát azt ellenőrizni kell. A második egy triviális dolognak tűnik, hogy mindenki készítse be a pótkulcsot a gépkocsijába, mert ebből már nagyon sok mentés volt, illetve mi is itt a Belencei tó és a Balaton között sok ilyen esettel találkozunk. Elveszett a kulcs, nyissuk ki az autót, rendeljünk egy kulcsot. Ez egy nagyon bonyolult dolog. A folyadékszintek, hűtőfolyadék, motorolaj,
ablakmosó, a dízeleknél az AdBlue feltöltés, az is le tudja korlátozni az autó hatótávolságát, ki is írja a kijelzőre. Ezek azért természetesen alatt dolgok, tehát enélkül senki ne induljon el. Ezen kívül még a nyári felkészítés során, amit még találkoztunk, hogy egy korábbi defektből adódó napótkerék defektes vagy nincs bekészítve. Otthon ki lett téve, valami oknál, vagy helyhiány, vagy valami miatt, és nem kerül be a pótkerék. Vagy ha bekerül a pótkerék, tuti nincs benne az emelő. Úgyhogy ezek lennek a legfőbb pontok, amik apróságoknak tűnnek, de azért mégis fontos az autóval kapcsolatban. A szervizrovatot a Fábián Autó Kft. Székesfehérvári márkakereskedése és szervize támogatta. Bár egy kis időre úgy tűnt, a Citroen dizájnerei elfelejtették az extravagáns szót, az utóbbi időkben nagyon szépen elkapták a fonalat. Egyik újdonságuk a Citroen C5X, amelyben a forma mellett a gépházfedél alatt is van egy kis meglepetés, főleg azoknak, akik már régóta ebben a kategóriában mozognak, és pontosan tudják, milyen méretű motorok vannak ezekben az autókban. Egyre több járgányon tűnik fel az X betű. Ám ez közel sem jelenti azt, hogy elfogyott volna a kreativitás. Gyakorlatilag egységes jele lett az összvér autóknak, vagyis amik egyszerre több kategóriából is kaptak ihletet. A Citroen egy SUV, valamint egy kombi keverékéből állította talpra a C5X-et. Egy ilyen szépséges nagy 1, 2, 3, 4, 5 lépés hosszú autónál azért nyilván időnként fel fog majd vetődni a kérdés, hogy mégis mekkora motor hajtja. Ebben a konkrét tesztautóban egy 1,2 literes, 3 hengeres turbós erőforrás lapul a gépházfedél alatt, szóval baráti sörözgetésekor nem biztos, hogy ezzel leszünk az ászok. Pedig egy kis ideig az 1.6-os turbós is szerepelt a kínálatban. Most viszont, aki nem akar kábellel töltögetős hibrid C5X-et, kizárólag ezt a belépő agregátot választhatja. Legyünk őszinték, ez egy kis és soványka, miközben a C5X egy roppant tágas és elég pazarul felszerelt négykerekű. Elindulás előtt tényleg csak pár apróság van, amit esetleg érdemes egy picit átnézni a Citroen C5X-nél. Az egyik az például, hogy a váltó az nem egy hagyományos váltó kulisszában mozog, hanem egy billenő kapcsoló van itt gyakorlatilag, és ezzel tudjuk kiválasztani a menetirányt. A parkolóállás, illetve az, hogy átkapcsoljunk manuális állásba, na az viszont már két külön gombra lett bízva. Tehát igazából ezt kell megszokni, hogy amikor megállunk, akkor nem úgy, mint a hagyományos kulisszában mozgó automataváltós autóknál, hogy fogjuk és akkor a P-be toljuk gyakorlatilag a kart, hanem itt a gombot kell megnyomni, és akkor fog parkolóállásban lenni a kocsi. Illetve, hogyha szeretnénk kézzel váltogatni, akkor az M, mint manuális váltási lehetőséget szintén gombbal aktiválhatjuk. Hozzáteszem, nekem eszembe nem jutott a teszthét alatt, hogy bármikor is én hozzányúljak ehhez a két fülecskéhez. 8 darab sebességi fokozat van ebben az automata váltóban, ami elég sok, azért legyünk őszinték. Szóval azért hadd bízzam már ezt rá, én úgy gondolom legalábbis egy komputerre, majd ő tudja, hogy mikor melyikre van szükség ezek közül. Ami feltűnt nekem, hogyha kiérünk főútra, és ott is természetesen a szabályokat betartjuk, és 90 km/h haladunk, akkor nem kapcsolja a legmagasabb sebességi fokozatot az automatika. Tehát 7-esben gurulunk főúton. Nyilván kérdés, hogy akkor ez a fogyasztásra milyen hatással van. Nem fogja lenni a hajunkat egyébként ez az autó, de attól függetlenül érdekes, hogy ez a 8., ez kifejezetten egy autópályás sebességi fokozat. Ha ezt a billenő kapcsoló dolgot itt megemésztettük, akkor utána azt kell megszoknunk, hogy nagyon lőrésszerűek az ablakok. Tehát nem annyira jó a kilátás. Nyilván van egy csomó segédeszköz, ami parkolásnál ezen igyekszik egy kicsit javítani. Tehát ilyen például a tolatókamera, aminek nekem kifejezetten tetszik az a megoldása, hogy amerre tekerem a kormányt, abba az irányba a kamera képe is változik. Tehát nagyon pontosan be lehet szúrni bárhova ezt az autót. Elől-hátul radarok pittyegnek, és egyébként szükség is van rá, mert azért a fara az elég magasan van, bár jól látunk mindent, de attól függetlenül azért van holtér, és igenis szerintem segítségünkre lehetnek ezek a különböző eszközök. És tessék élni is vele, hát nyilván nem véletlenül került bele az autóba. És egyébként elsősorban inkább a szélvédőnél zavaró, mert hogy maga a visszapillantó tükör az annyira közel van az arcunkhoz, és benne van a látómezőben, hogy tényleg, tehát hogyha ki kell esni, én nagyon sokszor így bekúsztam gyakorlatilag a fejemmel így alá, hogy lássam például a lámpát, vagy hogyha van egy tábla, akkor azt, hogy meg tudjam lesni.
Nyilván ezek megszokható dolgok, tehát ha már egy kupévonalú, elegáns SUV és kombiban ülünk, vannak olyan bizonyos dolgok, amiket a dizájn oltárán feláldoztak, de attól függetlenül ezt egy picit azért meg kell szokni, hogyha valaki a CLTX-el gurul. És ha már itt a kis forgalom is így lassacskán enged minket gurulni, szintén egy, csak egy aprócska észrevétel, hogy mivel automataváltós autóról beszélünk, nincsen benne a fék megtartás funkció. Ez nem csak kifejezetten a CLTX-re jellemző, ez úgy alapvetően a francia autókban én eddig nem nagyon találkoztam velük. Ez az, amikor megállunk piros lámpánál, vagy mondjuk egy stop táblánál, és gombnyomásra maga a rendszer tartja az autót, tehát nem nekünk kell a féket taposni egyfolytában. Ez egy ilyen kis kényelmi funkció, ez nagyon jól jönne például szerintem, főleg amikor tényleg ácsingózunk egyfolytában, és én nem akarom a fékpedált taposni, jó lenne, hogyha állna magától az autó. Nyilván van rá megoldás, fogom, kiteszem üresbe a váltót, és le tudok lépni a fékpedálról, remélhetőleg, hogyha olyanok a terepviszonyok, hogy nem gurul el sem erre az autó. Hát ez egy ilyen kis apróság, reméljük majd talán egyszer Franciaországban is eszükbe jut, hogy esetleg egy ilyet lehetne tenni, mert egyébként alapvetően maga az autó iszonyatosan komfortos. A futóműve zseniális, még ezek a 19-es papucsok is, amik egyébként elvésznek a kerékjárati ívek alatt, tehát tényleg elképesztő dimenziói vannak az autónak, szerintem még egy 21-es se nagyon vennénk észre, hogy ott van valami. De ennek ellenére a futómű zseniális. Hirtelen azon kaptam magam, hogy Magyarországon nincsenek rossz utak, amióta a Citroën C5X-el járok. Ez annak köszönhető, hogy a Citroën mérnökei kitalálták és beépítették a varázsszőnyeg felfüggesztést, vagyis a hagyományos rugó, lengéscsillapító páros mellett kerekenként két progresszív hidraulikus ütközőt kap a futómű. Ezek csak nagyobb igénybevételnél szállnak be a csillapításba, méghozzá úgy, hogy a komolyabb ütések erejét nem visszaverik, hanem elnyelik és elosztják. Így lesz a C5X alapból is valami elképesztően komfortos. Aztán az ülések is nagyon kényelmesek. Ezek is kifejezetten ilyen vastagabb tömésűek, amik nem csak amiatt fontosak, hogy egyrészt mi kényelmesen ücsörögjünk, hanem azért is, hogy hosszú távon ülhessünk kényelmesen, illetve hosszú időtartamig ez megmaradhasson. Tehát akár évek, évtizedek múlva is hasonló keménységű és hasonló kényelmű legyen ez az ülés. És nagyon jól dolgoztak a hangszigeteléssel is egyébként a mérnökök, ugyanis a futómű felől szinte alig hallunk zajokat, ezeken a nagyon rossz utakon esetleg egy kis huppogás, ami talán így bejön, de hogy igazából hermetikusan el vagyunk zárva a külvilágtól. Motorzaj az szinte vajmi kevés érkezik, és azért valószínűleg, sőt nem valószínűleg, biztos vagyok benne, hogy ebben a kategóriában, amiben a C5X is versenyez, igazából ezek már nagyon fontos dolgok, tehát ezt szinte mondhatnám azt is, hogy alapvetően elvárják a vevők, és itt minden megvan. Oké, akár hosszú utazásokra is elfér benne, tehát minden és mindenki. Ráadásul megjelenése sem szokványos. De vajon így is tuti az 1-2-es motor? Az, hogy egy kis háromhengeres erőforrás dolgozik itt a gépházfedél alatt, szerintem hát talán max azoknak lehet furcsa, akik nem követték figyelemmel az elmúlt pár év autós eseményeit. Ford Mondeóban, Volkswagen Passatban is voltak kis köpcentis erőforrások, hasonló méretkategória, tehát nincsen semmiféle ferdítés ebben. Szóval ott már előfordult. Nyilván a downsizing az azért kellett, hogy a korszerűtlen motorokat lecseréljék, és hát kis köpcenti mellé turbót is pakoltak, ami azért az élettartamot nem minden esetben növeli, de alapvetően a régi vágású szívó motorokat akarták lecserélni. A Citroën sem lóg ki a sorból, abból a szempontból is érdekes ez a kis 1-2-es turbós erőforrás, hogy nem lágyhibridesítették. Nincsen benne se 12 voltos akkumulátor, nincsen benne fékenergia visszanyerés, visszatáplálás, semmi ilyesmi nincsen. És ha már itt tartunk itt a visszatáplálás dolognál, ez ami igazából egyetlen hátránya van ezeknek a kisköpcentis turbós erőforrásoknak, hogy hát motorfék az nem túlzottan sok van. Tehát hogyha lelépünk a gázpedálról, akkor azért egy régi vágású szívómotor, főleg amikor elkezdtünk visszaváltogatni, sokkal intenzívebben lassult a fékpedál lenyomása nélkül is. Hát itt ennél nincsen, és ez a C5X-re is igaz, hogy azért hiába váltogatunk esetleg vissza, akkor sincsen olyan mértékű lassulás. Ezt úgy igazából meg kell szokni. Ha valaki egyfolytában tapossa amúgy is a féket, ez nyilván nem fog feltűnni, de aki mondjuk szeretné kímélni a fékbetéteket, féktárcsákat, tehát időnként egy kicsit úgy is vezet, hogy mondjuk motorfékezni szeret,
akkor annak ez igenis fel fog tűnni, hogy az nincs ebben a kis erőforrásban sem. Minden más viszont, tényleg komolyan mondom, ha helyén kezeljük a dolgot, tehát nem száguldani akarunk, nem állandóan mi akarjuk lenyomni az összes autót az úton, nem mindenhova mi akarunk elsőként odaérni, tehát magyarán mondva fejbe rendbe tesszük ezt az egész dolgot, akkor tulajdonképpen tökéletesen elegendő ez a kis erőforrás. Nem fogyaszt sokat, most forgatással együtt kerek 6 literre ment föl a fogyasztás, én egyébként amíg nem forgattunk, előtte ilyen 5,5 és 5,7 liter között váltakozott, attól függően, hogy mennyit kellett mondjuk városban ácsingozni. Szóval ez, ami most összejött, ez a fogyasztás, ez én úgy gondolom, hogy teljesen elfogadható egy ilyen méretű autótól, amiben egy ekkora 130 lóerős erőforrás dolgozik. Tiszta sor. Ha fejben jók vagyunk, az alapmotoros C5X nem lesz csalódás. Lehet, a cimborák egy darabig ugratnak vele, de aztán végül, amikor haza kell jutni valahogy, szinte elvesznek a beltérben. És már nem az lesz a lényeg, hogy mennyi ló, vagy hogy hány henger van a pingpongasztal méretű gépházfedél alatt. Ennyi volt mára, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Két hetente várjuk Önöket új adással, melyeket az első évad komplett műsoraival együtt a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján bármikor visszanézhetnek. És ha már ott járnak, kérem ne feledjenek el feliratkozni sem, hogy első között értesülhessenek, ha friss tartalommal jelentkezünk. A Fehérvár Média Centrum online felületén, az fmc.hu-n pedig olvashatják autós írásainkat is. Két hét múlva a Nissan két alternatív hajtású modelljével is jövünk, megismerhetik azt a világbajnok szerelőt, aki itt él és dolgozik Székesfehérváron, és felelevenítjük a Suzuki Swift elmúlt 4 évtizedét. Nézzenek minket akkor is, addig is minden jót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.